Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban két témát hoztunk Önöknek. Megmutatjuk, hogy mi a hosszú házasság titka, és egy a műsorainkban sokat szereplő riportalanyunk elismeréséről is beszélgetünk. Tartsanak velünk! Klupács Péter mentőtechnikus Pro Civitate díjat kapott Székesfehérvártól, a stúdióban pedig a díjazottat köszöntöm, akinek az egész csapat nevében sok szeretettel gratulálok. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és nem minden nap gratulál nekem egy Penna Régia díjas újságíró. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát a nézőknek el kell, hogy mondjuk, hogy azért tényleg, ahogy felvezettem, nagyon sokat szerepeltél már nálunk. Ugye voltál nálunk fehérvári beszélgetésben is több alkalommal. Többször bemutattuk a ti általatok kitalált programot, amivel ugye az újraélesztést szeretnétek hát nem, hogy népszerűsíteni, de megtanítani a fiatalabb korosztálynak, és hát számos híradásban is szerepeltél már nálunk, úgyhogy innen a mi jó kapcsolatunk, és ezért is örömteli az, hogy most itt vagy, és beszélhetünk erről a szép díjról. Ugye Székesfehérvár önkormányzata minden évben augusztus 20-án adja át a városi nagy kitüntetéseket, díjakat, és idén ezt a Pro Civitate díjat neked ítélték többek között. Mit jelent számodra ez az elismerés? Hú, először is félelmet jelentett, hogy hú, rám gondoltak, biztos. Utána büszkeséget, és rettenetes nagy örömöt, hogy igen, kérem, egyszer egy melós is kaphat egy rangos díjat. Nagyon jól esett. Hát azért ez egy 30 éves munka a háttere, ugye, ennek az egésznek, és hát ugye most vonultál nyugdíjba. Nem rég, egy-két hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem. De hát ugye nem áll meg az élet azóta, és erről majd egy kicsit később beszélgetünk. Mi az, amit te ez mögött látsz? Ugye az elhangzott a díjátadón, volt szerencsém nekem is ott lenni, hogy ugye tényleg fiatalok ezreinek tanítottad meg az újraélesztést. Tényleg, hogyha a mentőállomásra érkeztek újoncok, akkor a betanításukban segítettél. Számos nemzetközi továbbképzésen is részt vettél, és hazai továbbképzésen is, és hát létrehoztátok a Te vagy a hős programot, ugye ezt az újraélesztéssel kapcsolatos programot, amivel a fesztiválokat járjátok. Tehát itt nagyon sok minden van e mögött, és a 30 év nagyon sok munkát takar. Nem beszélve arról, hogy a terepen milyen életmentő munkát végeztél? Igen, egy munkahely ugye mindig áll egy sablonos munkából, mert minden munka előbb-utóbb azzá válik, így a mentő munka is. Bemész reggel, fölöltözöl, fölveszed az egyenruhádat, amit büszkén hordtam mindig a 31 év alatt, és indul az élet. Csöngetnek, dolgozol, elvégzed a munkádat, és egyre többet szeretnél tudni, elkezdesz tanulni. Egyre többet és többet tanulsz. Elég nehéz vén fejjel beülni az iskolapadba, megmondom, nagyon nehezen fog már az embernek az agya olyankor. És amikor rájössz arra, hogy már ez sem elég, akkor elkezd nyílni a világ. Így voltunk a bajtársaimmal, amikor elindultunk mentőversenyeken, és így voltunk a Mészáros Zalán barátommal, amikor elkezdtük a Te vagy a hős programot. Ezek mindig pluszot jelentettek, természetesen szabadidőből, természetesen honorárium nélkül, sőt, sokszor nekünk kellett pénzt előteremteni rá, és kalapolni, és pályázatokat írni, és nem tudom, hogy ezek működjenek ezek a dolgok. És ezek hozták az örömöt, a pluszt. Én amikor eljöttem nyugdíjba, ott mondtam a bajtársaimnak, hogy nagyon jó itt dolgozni, de az igazi boldogság az nem ebbe az udvarba van, hanem az udvaron kívül kezdődik. És hát most ezt elismerték. Hát mondjuk, ha belegondolunk, hogy mondjuk hány életet mentettél már meg, és mondjuk azáltal a munka által, amit ugye a gyerekeknek adod át a tudást, is életet menthet, akkor ez annál szerintem egy jóval nagyobb érték, mint mondjuk egy városi elismerés, ez csak egy formája ennek. Ó, igen, de miután a mentődolgozók nem kapnak minden nap elismerést, sőt, minden évben se nagyon, minden 10 évente se nagyon, ezért ez egy, úgy, hogy is fogalmazom, egy picit olyan szokatlan volt a mi világunkba, hogy kérem szépen, most onnan kiemeltek egy srácot, és azt mondták, hogy te sokat tettél a városért.
És amikor először rágondoltam, nem is így van, és akkor úgy végig gondolod, és így van, bizony így van, és ha összeteszed azt a sok-sok napot, amit arra fordítottál, hogy reggel fölülj a biciklidre, és elmenj az egyik iskolába, vagy a másik iskolába, vagy aztán az Alánnal beüljünk az autóba, és elmenjünk az országhatáron túlra is, mert eljutottunk, és az óvodáktól az iskolákon át, a főiskolákon át, az egyetemeken át, ugye szokták kérdezni, milyen iskoládon, igen, jártam egyetemre, persze oktatni, de ezek orvosok, rezidensek is voltak akár, tehát hihetetlen élményekben volt részünk, és nagyon köszönöm az életnek, hogy ez így adódott. Nagyon picit azért meséljük el a nézőknek, bár számos adásunkban már láthatták, de ugye ennek a programnak a lényege az, hogy egy labdával próbáljátok megtanítani tényleg pár mozdulaton keresztül, ritmus segítségével azt, hogy hogyan kell ugye ezt a műveletet végezni, amikor valaki bajban van. Hát igazából a segítségnyújtásról szól. Ezek a programok, mint a Te vagy a hős is, mindig alkalmazkodnak a jogszabályokhoz, akár az európai, akár a Magyar Újraélesztési Társaságnak a szabályaihoz, mindig alkalmazkodnak az adott kornak a megfelelő szintű tudásához. Ezt mi játékosan adtuk elő az Alánnal, és megpróbáltuk azt, hogy a gyerekek ezt úgy élvezzék a labda és a zene segítségével, hogy ott nevetés legyen, és ne arról legyen szó, hogy most a halálról beszélünk egy kicsit, és ez egy szomorú dolog, hanem arról legyen szó, hogy igen, beszéltünk a halálról, és igen, és mi játszhatunk, megmenthetjük ezt a, kicselezhetjük ezt a halált, és van esélyünk rá akár gyerek fejjel is, mert megtanulunk telefonálni, megtanulunk oda menni, biztonságot érezni, segítséget nyújtani, megtanulunk, ha kell mellkast nyomni, és ezt nagyon szokták szeretni. Na most ennek a programnak azért nincs vége, így a te munkádnak sincs vége, hiszen ugye mondtuk, hogy nyugdíjba vonultál, de azt hiszem, hogy az elmúlt pár hétben többször is találkoztunk, és mindig azt láttam, hogy talán többet is dolgozol, mint korábban. Mi lesz ennek a folytatása, mit lehet tudni? Hát a Zalánnal vége lett a mi hősködésünknek, a barátságunk természetesen megmaradt, viszont van egy új, régi, és új barátom, a Pavalce László, akivel éveken keresztül szintén jártunk versenyekre és gyakorlatokra, nemzetközi szintű gyakorlaton jártunk Osztravába együtt, és ez a barátság most új keletű lett, vagy hát újra egymásra találtunk, és bizony nagyon sokat dolgozunk most együtt, és azon vagyunk, hogy szeptembertől tudjunk indulni az iskolákba a labdás újraélesztéssel, mert hiszen ez valahol az én szellemi termékem. El is kezdtük már, hogy dicsekedjek vele. A városnak minden évben van a Bregyóba gyermektábora, és 5 alkalommal le tudtunk menni, és elkezdtük. És akkor a jövőben az azt jelenti, hogy megpróbáljátok ezt kiterjeszteni a városi általános iskolára, vagy akár a megyeiekre is? Igen. A Laci a Baptista Szeretett Szolgálatnak a vészhelyzet kezelési igazgatója. A Szeretett Szolgálatnak országosan, nem tudom számszerűleg sajnos, de nagyon sok iskolája van, köztük Velencén, Seregélyesen. Több száz iskolájuk van. Ott kezdenénk. Van rá remény és folynak tárgyalások, hogy eljussunk a városi iskolákba is, sőt az ország minden egyes iskolájába. Ezek a nagy tervek, és remélem, hogy ezek beválnak, ahogy eddig is, amibe belevágtam. Ezek mellett egyébként vannak-e még nagy álmaid? Hát azért olyan nagyok nincsenek. Az álmok már inkább a gyerekeimre korlátozódnak, hogy az ő jövőjük és az ő életük legyen sinen. Úgy gondolom, hogy az én párommal, Évámmal a mi életünk valahol már teljes, és azt kell mondjam, hogy akár ő az ő szakmájába, akár én az én mentőmunkámba teljes értékű életet élünk, és azt kell mondjam, hogy örülünk egymásnak, és örülünk, amikor már ketten otthon vagyunk, és leülünk, és tudunk egy kicsit beszélgetni, vagy kicsit olvasni.
Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél. Én azért szeretném, ha még hallanánk rólad, és még egy párszor, illetve jó sokszor beszámolhatnánk ezekről az akcióitokról, de azért azt kívánom, hogy azért most már egy kis pihenés is jusson. Igyekezni fogok, és megköszönöm, ha visszajöhetünk a Lacival, és elmondhatjuk a sikereinket, ha lesznek. Szeretettel várunk titeket. Köszönöm. Nemrégiben ünnepelték 60. házassági évfordulójukat Balogék. A pár az első házasságkötés helyszínén a Burgundy templomban mondta ki újra a boldogító igent. Hallózzon az ég minden áldásában, adja meg nektek bűneitek bocsánatát, hogy részletek legyen az örök boldogságban. Amen. Így járjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent. Kaptunk egy szívhez szóló meghívót, hiszen 1961. július 1-éről kell, hogy beszéljünk egy házasságkötés dátumáról a Burgundy templomban. Én azt hiszem, hogy ez a két év, két emberöltönyi távolság az nagyon-nagyon sok mindent jelent boldogságban, tisztességben, néha nehézségben, de hát az hozzátartozik. Beszéljünk arról a napról, hiszen az évfordulót méltó módon ünnepelték ugyanazon a helyszínen, és azt hiszem, hogy olyan méltósága volt, ami feledhetetlen. De akkor egy kicsit menjünk vissza a múltba. 1961. július 1-én kötöttünk házasságot. Burgundyön a felújított kápolnában mi voltunk a második házaspár, aki ott kötött hűségeset egymásnak, és a Szendi József érsek volt akkor még pap, ő adott minket össze. És a 40 éves házasság évfordulónkon ő eljött, és ismét megáldotta a házasságunkat. Milyen volt abban az időben házasságot kötni egy fiatal párnak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy más idők jártak. Hát nagyon komolyan vettük a esküt, és hát mint ahogy falun szokás, háznál volt a tulajdonképpen a lakodalom, a vacsora, és még akkor Burgund Pákozhoz tartozott, és akkor Pákozra mentünk át a polgári esküt délelőtt, és délután pedig a templomi esküvőt. Melyek voltak egy házasságban a legfontosabb pillanatok, hiszen tudjuk, hogy mindig több az öröm, mint a szomorúság, és akkor nyilván én most az örömökről kérdezem, hiszen volt bennük része bőségesen. Hát igen, a gyermekeink jöttek szépen sorba, egy év múlva a Csaba, 3 év múlva Ágota, és nagyon sok örömünk volt benne, és édesanyáméknál laktunk 61-től 65-ig. 65-ben kaptunk lakást a Horváth István lakótelepen, szövetkezeti lakást, és oda költöztünk, és attól kezdve a Prohászka egyházközséghez tartoztunk. Ugye a hitéletről kell, hogy beszéljünk, hiszen nagyon-nagyon fontos. Jellemző módon ugye két gyönyörűséges hímzés is, illetve több hímzés is díszíti ezeket a kegyhelyeket. Mennyit számít a hit önöknek? Hát a hit az nekem nagyon sokat számít. Nem tudom, talán elmondhatom, hogy amikor az osztály találkozunk 40 éves évfordulóján, beszélgettünk arról, hogy ki mivel foglalkozik. És én akkor elhatároztam, hogy oltárterítőt hímzek annak a kápolnának az oltárára, ahol mi házasságot kötöttünk, hálából az én jó Istenemnek, hogy olyan jó férjet és gyerekeket adott. És akkor az osztályfőnök elmondta, hogy a jellemzésemben a gimnáziumban azt írta, hogy klerikális beállítottságú. És én akkor mondtam, hogy na látod, ugye, hogy van Isten. Mert engem elküldött kórházba a szóbeli vizsgák között, és egy tantárgyból később tudtam levizsgázni, és hiába mentem volna el felvételizni a tanárképzőre, nem vettek volna föl az ő jellemzése miatt.
Ez 61-ben történt. És hát én nem tudok annyit horgolni, hímezni, hogy megháláljam a Jóistennek, amit kegyelmet én kapok. Azt mondtam, hogy ő vezeti a kezem a munkámban, ő adta a tehetséget. Köszönöm. Ugye tudjuk, hogy jóval több mint 50 esztendeje járnak a Prohászka templomba, úgyhogy korán sem véletlen, hogy a mostani újbóli házasságkötésen, ha úgy tetszik, ott volt Tóth Tamás, a népszerű Topi atya is. Milyen kapcsolat fűzi most, hiszen ahogy tudom, hallottam, hogy ő is elérzékenyült egy kicsit. Igen, tulajdonképpen oda jártunk templomba misére, és mióta kint vagyunk Öreghegyen, 2009 óta, hát nem olyan jó a busz közlekedés, és autóval kellett menni, és most, hogy a férjem érte egy agyérgörcs, így nem autózhat, és így hát kénytelenek vagyunk a televízióra, vagy a rádióra hagyatkozni, mert akkor egy órával előbb el kellene menni a misére, hogy odaérjünk, mert 9:30 kezdődik a mise, és a busz is félkor indul mindig Öreghegyről. Azt tudjuk, hogy aktív életet élnek, hiszen itt voltunk mi is azon az ominózus osztálytalálkozón, ahol egy csodálatos csapat gyűlt össze. Ez általános, hogy találkoznak és figyelemmel kísérik egymás életét? Igen. Én már érdekes módon már évelején hívogatom a lányokat, és készülök, hogy mit fogunk készíteni itt a találkozón. Ugye 3 hét múlva lesz, ha meg tudjuk tartani, és már most majd elkezdem hívogatni telefonon a lányokat, meg írok nekik, hogy ugye nem felejtették el, találkozunk. Tehát, hogy ők mit szólnak hozzá, mert akkor úgy készülünk, hogy itt már nem túl sokan tudunk összejönni, mert nagyon sokan betegek, és mint mondtam az előbb, az egyik osztálytársam tegnap műtötték, úgyhogy ő egy nagyon aktív részese volt mindig az előkészületeknek. Hogy telnek a mindennapjai most? Hát most a nagy melegben én például sokat alszom délután, de a kézi munka az nem hagy nyugton. Már horgolom az angyalkákat, minden osztálytársamnak akarok adni, akik eljönnek a találkozóra, egy ilyen horgolt angyalkát, amit a karácsonyfára fölre tehetnek. És hogy miért horgoltam, vagy miért, hát horgoltam ugye a Prohászkába is. Egyszer a Tamás atya megáldotta a házasságunkat, és akkor készítettem a tabernákulumra egy kis függönyfélét, aztán, és akkor elkezdtem a nagy oltárra készíteni. Az úriasszonyok, Magyar Úriasszonyok lapja 1935-ös mellékeletéből vettem a mintát, és nos, az a lényege, hogy utána a kis oltárra is készítettem, most pedig a szószékre. Ez egy úgy néz ki, hogy egy teljes garnitúra. De bőrgöndre is készítettem, mert oda is terveztem, hogy a 60 évesre teljes garnitúrát készítettem, arról is van felvétel, mert most már 20 éve, hogy a hímzett oltárterítőt használták, és úgy gondoltam, már kellene, hogy legyen egy váltás. Meg hogy miért kötődök én a bőrgöndi kápolnához, ott nyugszanak nem messze a szüleim, testvéreim, és hogy úgy mondjam, elég sokat tettem azért, hogy bőrgönd kapjon dolgokat. A kápolnába én vitettem ilyen karosszékeket, meg szőnyeget, meg aztán hát abban is Karcsival például azt mondtam, hogy oda kell egy helyi járat, hogy kijárjon, és ő elintézte, hogy legyen helyi járat Bőrgöndre, mert nem mindenki tud autóval menni, és a temetőhöz közel van a megálló, és az ember megy ki a szülőkhöz, akkor jó egy helyi járat. Úgyhogy én ilyen vagyok is. 60 év múltán miként emlékszik egy férfi ember azokra a pillanatokra, amikor
oltár elé vezette szerelmét, kedvesét, életének jobbik felét. A leendő feleségemmel köfénbe volt, könnyűfőműbe voltunk, születi mulatságon, tehát tulajdonképpen ott ismerkedtünk meg. Ezt követően egy év múlva pedig a Fanta villába, tehát a Öregkegyi Művelődési Házba együtt szilvesztereztünk az ő bátyjával és annak a feleségével. Itt kezdődött a mi kapcsolatunk. Beszéljünk arról a nagy napról, hiszen egy férfi ember életében ez mindig nagyon-nagyon fontos. Hogy készült rá, miként emlékszik? Nagyon régen volt. Konkrétan hogy készült? Több hónap megelőzte, ugye, tehát őket látogattuk, a családját. Jártam ki kerékpárral Börgöndre. És innét kezdődött. Hát természetesen ennél szebb emlék nincsen, amikor az ember házasságot köt. De azért nyilván hasonlít hozzá, amikor jönnek a gyermekek. Azt hiszem, hogy ezek nagyon szép pillanatok voltak. Igen. Feleségem nagyon aggódott, hogy félt, hogy nem tud rendesen szülni, hogy már mennyi idő eltelett, tehát több mint egy év eltelett, mire a fiunk született. Aggódott a szülés előtt természetesen. Aztán szerencsére egy szép gyermeket szült, fiút elsőnek. Aztán jött a lány, nagyon jó történet ez, viszont mennyiben volt más az élet egy családnak akkoriban, hiszen önök is egy olyan úgy nőttek fel, hogy akkor azt az időszakot az nagyon nehéz megidézni. Milyen volt az élet akkoriban egy férfi embernek, egy család fenntartónak? Hát gondoskodni kellett ugye a gyerekekről. Érdekes módon a Horváth István lakótelepen laktunk. Ott volt már óvoda, és a lányunkat nem akarták fölvenni az óvodába, meg a fiamat se vették fel az óvodába. Valamilyen oknál fogva, én már pontosan emlékszem rá, hogy miért nem. És én minden reggel vittem a köfémnek az óvodájába, a nyakamba a fiamat. Hatra mentem dolgozni a köfémbe, és akkor előtte elvittem mindig a Zombori útra. Ott van ma is az óvoda, az az óvoda, ahol vittem a fiamat. A feleségem meg a kislányt vitte a videóton óvodába. Balog Mihálynétől egyszer megkérdezték, mit üzen az idestova 60 esztendős jegygyűrűje. Ő azt válaszolta, azt mondta nekem, én vagyok az egyetlen tárgy az életedben, aki minden tettedet látta, hallotta, minden örömödnek, bánatodnak tanúja voltam. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!